Hát eljutottunk a búcsú számunkig, bár pont most kapcsolták be nekünk Ausztráliát, teljesen az őt körülvevő óceánnal, és hogy a szigetekről és a korallzátonyokról is lehet most már minket hallgatni, tehát ők még meghallgathatják az utolsó, a búcsú, a bemutatkozó számunkat, amelyet maga Bob Dylan írt, ha nem is nekünk, hanem saját magának, de mi kölcsön vettük, Knocking on Heaven's Door, kopogunk a mennyek. Put my cards in the crown.
I can't shoot them anymore. That cold black boat is coming down. Feels like I'm lucky on heaven's side. Oh, 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 knock, knock, knocking on heaven's door. Hey, 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 knock, knock, knocking on heaven's door. Hey, good, good, knock, knock, knocking on heaven's door. Drága barátaim, mindennek vége van egyszer. És szerencsére minden rossznak is. Ez a koncert egy jó koncert volt, mert együtt voltunk azok, akik számítottak, és akikre számítottak. Megköszöntöttük a tavaszt, daloltunk régi és új dalokat. Éreztük, hogy árad a szeretet tőlünk és felénk. Nem tehetünk más, mint bemutatjuk egymást. Egymásnak. Én konkrétan a zenekart önöknek. Nézzék azt a szimpatikus fiatalembert az aranysárga gitárjával. 11 éve határoztuk el vele, hogy nem élhetünk muzsika szó nélkül, vagyis blues és rock nélkül, és létrehoztuk ezt a zenekart. Nagyon komoly ember, hétköznap, mérnök, műszaki dolgok, atya, tudósa. De ez lényegtelen ahhoz képest, hogy ő Archie, a Blues Father szólógitárosa, imádják! Évekig hallgatnám még, és remélem, hogy akinek ez a dolga ad még éveket arra, hogy ő játszom, én meg hallgathassam, és önöknek is. De nézzenek csak tőle kicsit volna, szerényen a háttérben meghúzódva. A mély spektrumokban, a vastag hídtartó kötelek, kúrjai játszva, szinte az infratartományban, ott settenkedik, lopakodik, és sugározza a jót felénk. Nagyon komoly ember, haját. Egy híd gazdája, egy akkorája, hogy ki sem merem mondani, mert az nemzetbiztonsági kérdés, de ő ott hagyva bármi, itt van, hogy velünk legyen, hogy játszon, nektek, nekünk és mindannyiunknak. Fazek a zsidember János, a Blues Fathers passzere. Rajongjatok érte. Szabadon engedte a putyogtatóit, de mi élveztük, hogy a hangok interferál. Most a legmélyebb hangok után jöjjenek a legmagasabb. Írtam egy kis emlékeztetőt azoknak, akik nem követik minden napra készen, hogy hol tart ma a Blues Fathers. Egy pár héttel korábban, egy évvel tagja lett ennek a zenekarnak egy nagyon fontos ember, aki megváltoztatta a zenekart. Mindenki megváltoztatta, ahogy idejött. Ő is a maga módja. A Cy Hefty varázslóját látják, hölgyeim és uraim! Archie Ferry! Szeressék! És szerény, mint egy igolya. Itt fújdogálna a kis herpéjét, és itt pötyögnénk mi három gitáros, meg egy herpés, és csak össze-vissza bele az éterbe. Mi lenne a ritmussal, ha nem lenne dobosunk? De van, drága hölgyeim és uraim, egy agregátor! Nézzük, egy generátor!
egy dobos kapitány. A fején van egy dobos kapitány sapka. Egy erőgép, egy mozdony, egy turbógenerátor, egy nagy hadron gyorsító, Paks 3, megyek Laci! A buszba tesz örökös dobosa. Imádják! Nézve bal oldal, aki eddig énekelt, beszélt, gitározott. Bemutatom a zenekar vezetőjét, aki 14. éve összetart minket, még ilyen jó bulikat szervez. Úgy hívják, hogy Karász József. Köszönjük szépen ezt a fantasztikus estét a jelenlévőknek. Az interneten és a hálózatokon keresztül hozzánk csatlakozott milliárdoknak. Heaven's door. Knock, heaven's köszönjük szépen a figyelmüket, a kedvességüket, ezzel ma esti koncertünk véget ért.